Szent Misi áldozatot elmúlt Elekért és elmúlt Istvánért ajánljuk föl. Kedves testvéreim, a köztudatban összeforra minden szentek ünnepe a halottak napjával, de meg kell mondani, hogy ez két különböző dolog, és ezt tudatosítjuk a mai ünnepen, Szent Misén is. Ahogy szoktuk részleteiben egy-egy szentet ünnepelni, megemlékezni róla, most pedig az egyház arra hív, hogy az összes, aki a mennyekországában van, együtt ünnepeljük az elmúltaknak azokat a részét, akik már bejutottak a mennyországba, az Atya Szent Egyház külön megünnepni, hogy részt kapjunk az ő szeretetünkből, dicsőségükből, mi magunk is szentek tudjunk lenni. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az úgy szentjét. És az ő szűzanyja Mária.
De mindenkit hív, 8 utat mutat, de ez a 8 út, ez valójában egy út, mert akármelyiket a 8 boldogságból megvalósítja valaki az életében, a többi hetet is bírja magát. Üdvözli Jézus, boldogságot kíván, és azt állítja, hogy már meg is kapja ebben a világban, noha az eljövendő világban pedig teljes mértékben, de már ebben a világban is élvezi és boldog, az az ember, aki fölismeri Krisztusban az Isten, és az ő segítségével a képmásaként kezd élni a földi életben, az Isten országát megtapasztal, belép az Isten nyugalmába, belép Krisztus dicsőségébe, részesül az Isten dicsőségéből, és meg kell mondani, hogy aki sír, az úgy lehet boldog, amint ezt Jézus itt mondja, hogy boldog, mert lehet, hogy sír a testi egészsége miatt, vagy amiatt, hogy üldözi szenved, vagy egyéb más keresztet hordoz, mégis boldog, mert a természet fölötti síkon annyi örömet és békét kap az Istentől. Az Isten országa rászakad a szívére. Vagyis a természet rendjében lehet, hogy szenved a keresztény, mégis boldog, mert a lelkében az Istennel összefonódott életet élhet. És akkor itt van, válasszuk mondjuk azt, hogy boldogok a tiszta szívűek, mert meglátták az Istent. A tiszta szívű azért, mert már most megkapja azt előlegben, amit a jelenések könyvben a megdicsőült szentekről mond. Fehérre mossa lelki köntösét a bárány bélében. Mert a bűneitől megszabadította Isten őt, mert megtért, a keresztség szentségében pedig tökéletes patyolat fehér lett a lelki köntös, és az újfent és újfent való megtérésekben, a bűnbánat szentségében, a bárány vérében mossa meg Isten a lelki köntöst, mint a keresztségben is, a Krisztus vérében való fürdése van a lelkekben. A nagy szorongattatásból jövünk, a kísértések özönéből, a testi és a lelki megpróbáltatásokból megyünk be a nyomtató székbe újfent és újfent, és minden egyes alkalommal megtisztít a bárányból. De úgy is mondhatnám, szintén a jelenések könyvéből, hogy szeretett minket és szeret minket, ezért megszabadít a bűneinktől saját vére. Tiszta szívűnek lenni egy hűséget is jelent. Hűséget a nehézségek árán is. Őszinte szívből való tiszta imádását az Istennek. Helyet adok önmagamban, a szívem közelében az Istennek. Ott foglaljon helyet, és ott keresem föl nap mint nap. Így élek vele együtt ebben a világban, és ez adja a hűséghez a segítséget. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. Vagyis az Isten személyével kezdjék látni a teremtett világ szépségét, jóságát, örömét. A másik embert, minden embert ezért fele barátjának tekint, mert mindenkiben az Isten teremtményét fedezi fel. Néha úgy, hogy jót kell tenni vele, a megtérésre kell segíteni, és bármi jót teszünk, az mind Krisztusnak teszünk, neki szolgálunk, hiszen ő az egész emberiségért ott ott a drága vérét, az egész emberiségért jelent meg a világban, az egész emberiségért támad föl, és az egész emberiségért a szentségre hívja, hogy szentek legyenek, mert ő az Isten szent, és hogy a képmása és hasonlása legyen. Az Isten szemével kezdi látni a tiszta szívű, az egész teremtett világot, vagyis felfedezi az isteni jelenlétet a műveiben, a jóságát, a szeretetét, a mindenhatóságát, azt, hogy hogyan ad nekünk örömet nap mint nap
amikor felfedezzük a jelenlétét a világban, ilyen értelemben meglátjuk az Isten már a földi életben, hogy boldogok legyünk. Éppen ez által adja meg a boldogságot. Egy kisgyermeket nézve nem a természet rendjében nézem csak azt, hogy milyen szép kisbaba, és hogy neki még nincsenek ráncai, mint a nagymamának vagy a díj nagymamának, hanem abban az ártatlanságában, amelyben ott hordozza az Isten, mert neki még nincsenek bűnei. Meglátni az Isten, és ugyanígy, hogy majd akkor színről színre látjuk, és hozzá leszünk hasonlóan, mert látni fogjuk őt, amint van. Ő azt szeretné, hogy most akarjuk látni a föld élet. Azok fogják látni a halál kapuja után is őt örökké, akik most vágyakoznak erre, akik most akarnak egyesülni vele. Hát Jézus ezt imádkozza az apostolokon keresztül az egész emberiségért az utolsó vacsorán, hogy mennyei atyám, megismertettem a nevedet velük, hogy az a szeretet, amivel engem szeretsz, bennük legyen, és én is bennük legyek. És ez nem majd rossz, hanem a földi létről. Megismertetni a nevedet, vagyis hogy az Atya szeretetét nyilvánvalóvá tenni az emberiség számára. Ismerni pedig egy bensőséges, mély kapcsolatot jelent az Istennel. Megismerni, hogy bennünk van, mi meg ő benne, és hogy a szeretete is bennünk legyen ezáltal, ez az életszerűség. Persze, ez nehézségek árán tud csak megvalósulni. A hűség az mindig nehézséget jelent, a hűtlenség pedig mindig szeretetlenséget jelent. Bár könnyebbnek tűnik, mégis amit okoz, ki lépés a szeretet világából, hát senkinek nem kívánom a boldogtalanságot. Vagyis megbocsátja nekem, azt hiszem, a Szentlélek, sőt, egyenesen ezt várta tőlem, hogy minden szentek ünnepén ne arról elmélkedjek, hogy majd odaállt leszünk szentek, hanem a földi életben van meghívásom, hogy itt legyünk szentek. Odaállt, akkor már biztos, hogy a mennyei Jeruzsálem polgárai leszünk. Ebben a földi életben, mert hogy is mondjam, és szenté leszünk, mert ő is szent, aki reménykedik abban, hogy ő segít bennünket az élet szentségben. Tudjuk, ha megjelenik, hozzá leszünk hasonló, mert látni fogjuk őt, amint van, és mindaki ezt reméli tőle a földi életben. A szent éveszint, ahogy ő magulsz. Milyen boldogság így kérni Szent Pétert, hogy segítsen. Add nekem annélkül, hogy pap lennék, mert családos valaki például. Add nekem, Szent Péter, annélkül, hogy pap lennék, azáltal, hogy feleségem vagy gyerekem, add nekem azokat a kegyelmeket, amelyekben téged földi életedben részesített az Isten. Apostoli hatalmat ad nekem. Bennem munkálkodj. Apostoli szeretetet ad nekem. Apostoli hitet ad nekem. És aki ezzel a reménységgel fordul hozzá, megkapja, amit ér tőle. Nem kell papászatni. Ugyanígy az összes szent most itt akar a földi életben adni abból, amit ő kapott. Az egyháztanítótól azt kérem, hogy add meg nekem, segíts abban, hogy úgy tudjam hirdetni az Isten igéjét, ahogy azt a földi életedben fel tudtad mutatni az emberiséget. Általad a te segítségeddel menni fog a szentek közössége, amire hivatalosak. Nem csak intézményes, hogy három helyen van az egyház, és hogy szeretni egymást a három helyen van egyház. Közben jár, segíti a mennyek országában levő, a földi, a földi, a tisztító helyen levő, hanem a személyes kapcsolatok a szentekkel.
A személyes részesülés az ő adománya. Bőkezzünk el, nyissuk meg a szívünket, legyenek legjobb barátaink Isten után a szentek, hogy szentek lehessünk.